Évek óta nem látott jégverés pusztított múlt kedden Rozsájon és környékén. A légi felvételeken látszik, hogy szinte minden ház károsodott. A helyreállításban a katasztrófavédők mellett a helyi járási hivatal munkatársai is segítkeztek. Ezt is kiemelte a köztisztviselői napon Kozma Péter kormány megbízott. Sajnos ugye a múlt héten a Rozsájt és más településeket jégkár ért, és azt kell mondanom, hogy a járási hivatal építésügyi hatóságának munkatársai a lakóépületben okozott károkat 3 nap alatt felmérték, és ennek a felmérés eredményeként a jelenlegi becsült kár összegét a központi kormányzati szervek felé tudtuk továbbítani. Ez nagyon fontos, tehát a gyorsaság, szakszerűség az emberek érdekében. Rég várt lépést tesz most a kormány a közigazgatásban dolgozókért, mondta a köztisztviselők napi ünnepségen a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár. Egy több lépcsős béremelés következik. Július 1-től a járási hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők közül a kormányzati ügykezelők és ügyintézők 30-50%-os béremelése fog megvalósulni. A következő lépcsőben január 1-től a megyei kormányhivatalok munkatársai esetében várható egy ugyancsak jelentős béremelés, és majd a sor végén a minisztériumokhoz fog elérkezni ez a béremelési hullám, ez a béremelési cunami, akkor majd a minisztériumok és a központi hivatalok szervezetében dolgozó munkatársak illetményemelése kerül majd szóba. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke méltatta a köztisztviselők áldozatos munkáját. Sesták Oszkár szerint felkészülten látják el feladataikat, ami érezhető a mindennapokban. Idén 11 köztisztviselő kapott díjat, bár minden évben egyre több felterjesztés érkezik a tagozathoz. A teljesítmény alapja az, hogy a tisztviselő tudjon és akarjon is dolgozni. Ennek szellemében 2002-ben alapítottuk meg ezt a díjat, a Magyar Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozata, melyben a megyében dolgozó és élő a közigazgatásban jeles személyiségeket tüntetünk ki. A közigazgatás átalakítása 2010 óta folyamatos. A megyében eddig 23 kormányablak nyílt, és létrehoztak 13 járási hivatalt, hogy az emberek helyben, gyorsan és egyszerűen intézhessék ügyeiket. A tapasztalatok szerint a rendszer átalakítása hatékony munkavégzést eredményez, még katasztrófa helyzetben is.